Május 10-én pénteken és 11-én szombaton 10-től 16 óráig várja az Endres csoport azokat az önkénteseket, akik részt szeretnének venni a csillagerőd rendbetételében. A kérésünk az, aki veszi a fáradtságot és a ideje, energiája engedi, az hozzon magával valamilyen munkavédelmi kesztyűt, bármilyen kerti szerszámot, amivel tud segíteni. Ha van valakinek otthon láncfűrésze, azt külön megköszönnénk, hogyha elhozná magával, hisz a városnak ezt a gyönyörű égkövet próbáljuk meg egy picikét rendbe tenni. Hát elsősorban azon növényeket próbáljuk meg kiirtani, amelyek fásszárúak. A fűnyírás az későbbiekre fog maradni, és az nem igényel ekkora élő munkát, de ebben mindenkinek a segítségére számítunk. A munkálatok a Monostori Erőd Nonprofit Kft. Felügyelete mellett és segítségével történnek. A Monostori Erőd Nonprofit Kft. Mindhárom komáromi erődnek a vagyonkezelője és gazdája, mindhárom erőddel foglalkozunk, így a csillagerőddel is, amit itt látható körben, azért kb. Egy hektár területen a füvet többször megnyírjuk egy évben, és megtörtént a lőszermentesítés pár évvel ezelőtt, és akkor a káros növényzet nagy részének kiirtása is. De ugye a káros növényzet újra nő, és vannak olyan helyek, amelyeknél el kell a segítség, hogy azokat is kivágják. Varga István hozzátette, elkészült egy hasznosítási terv, mely alapján egy nemzetközi alkotóházat képzelnek el a csillagerődbe, de ez sok egyéb programra is használható lenne. Kormányzati körökben is vannak elképzelések, akár emlékmű vagy múzeum is kerülhet ide. Így szeretném megragadni az alkalmat, és felkérni az Endres csoport nevében minden jó érzésű komáromit, hogy aki még az adója 1%-áról nem rendelkezett, és jobb nem üt eszébe, szíveskedjen felajánlani az Erőd Nonprofit Kft.-nek, hiszen az ott dolgozók munkáját segíti ezzel, akik bármilyen héten hihetetlen energiákat fordítanak arra, hogy ennek a városnak ezt a gyönyörű épített történelmi hagyományokkal rendelkező örökségét folyamatosan fenntartsák. A Monostori Erőd Nonprofit Kft. Adószámát megtalálják a www.erőd.hu oldalon.